Úgy döntöttünk, hogy kisegítjük a YouTube-ot. Ezért minden nap megosztunk néhányat a Trend FM legjobb beszélgetéseiből. Kövesse a Trend FM-et online is! Túl van az első fél évén a Veszprém-Balaton régió, mint Európa kulturális fővárosa rendezvénysorozat. Hol zajlik még ez a rendezvénysorozat Európában? Két további városban van Európában Európa kulturális fővárosa program. Ez egy érdekes történet, mert Temesvár és Elefszina, ez a két város, Elefszina Atén mellett egy talán 25 kilométerre levő előváros, egy ipari város, ami egyébként Európa legnagyobb hajótemetője, szennyezi ott a környezetet és a gyönyörű természeti tájat. És hát Temesvárnak a kulturális öröksége azt hiszem, hogy elég jól ismert. Úgyhogy nagyon kontrasztos ez a két város és egy régió, mert Veszprém ugye a Bakony-Balaton régióval együtt viseli a kulturális főváros címet ebben az évben. Három nagyon különböző üzenettel jelent meg ez a három város idén Európa kulturális térképén. Ez egy izgalmas kiegészítése egymásnak, hogyha valakinek módja van ellátogatni Elefszinába, aztán Temesvárra és Veszprémbe és a Bakony-Balaton régióba, nagyon eltérő képet fog kapni arról, hogy milyen izgalmasan lehet megfogni a kultúra múltját, jelenét és jövőjét. Jelentenek ők valamilyen versenytársat, versenyhelyzetet, vagy inkább kiegészítik egymást a helyszínek? Nem, én nem hiszem, hogy ez egy verseny lenne. Mondok egy példát, Belgiumból indult el valamikor még tavaly novemberben egy óriás szekér, egy 10 méter hosszú és 3 méter magas szekeret tolt tizenvalahány ember végig fél Európán, és ők eljöttek először Veszprémbe. Ez egy művészeti társaság egyébként, akik közben színházi előadásokat tartottak, happeningeket, de tényleg kézzel tolták végig Európán ezt a szekeret. Szóval először eljöttek Veszprémbe, itt néhány napig voltak, majd egész Magyarországon áttolták, megérkeztek Temesvárra, és valamikor a március elejére pedig megérkeztek Elefszínába. Vannak ilyen összekötő kapcsok ezek között, a városok között. De a másik példa, amit szívesen mondok, hogy Elefszínának volt egy olyan kulturális művészeti programja tavaly az év végén, Climbing Over Elefszína, Elefszína megmászása, mondjuk ez egy táncprogram volt, amit mi megláttunk, amikor ott voltunk, és azt mondtuk, hogy ezt el kell hozni Veszprémbe. Szóval ez sokkal inkább egy együttműködés, mint sem egy verseny. Hogy sikerült az elmúlt fél év, milyen eredményekkel zárult ez a 6 hónap? 2200 kulturális esemény volt abban a 116 faluban, városban, kis településen, nagyobb településen, ami része az Európa kulturális fővárosa programnak. 230 ezernél is több ember látogatott el ide kifejezetten a kulturális főváros programjaira. Látni az idegenforgalmi statisztikákon, hogy Veszprémben kétszer annyi vendégészakát töltöttek így az első fél évben az ide látogatók, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Ami azért is különösen érdekes, mert ismerjük a magyarországi turizmusnak a számait, és ehhez képest ez kifejezetten izgalmas, hogy sikerült így megmozgatni Veszprémben és a Bakony-Balaton régióban a kulturális turizmust. Vannak olyan beruházások, vagy esetleg elképzelések, ötletek, amelyek a jövőben is velünk maradnak majd? Nagyon fontos az, hogy maga a kulturális év nem egy egyszeri program, azt nem egy egyszeri programnak tartjuk úgy, mint egy tűzijátékot, hogy van egy este egy gyönyörű látványos esemény, és utána megint eltelik egy idő. A kulturális fővárosnak, legalábbis a mi programunknak kifejezetten az a célja, hogy ezt a veszprémi Bakony-Balaton régiót felfrissítse hosszú évekre, hosszú évtizedekre, Európa kulturális térképén jól láthatóvá tegye. És ehhez kellettek kulturális, infrastruktúrális beruházások is. Most az első fél évben nagyjából már egy 50 különböző kulturális fejlesztés készült el, ami között van néhány 10 millió forint értékű beruházás is, de ott van mellette mondjuk az Acticity nevű tánc és mozgásművészeti központ Veszprém központjában, ami több mint 11 milliárd forint értékben újult meg. Ha nyomot akarunk hagyni a régióban, akkor olyan kulturális lehetőségeket kell megteremteni, amik válaszolnak azokra a kulturális igényekre, amik fölmerülnek. Nem volt helye a táncnak, nem volt helye a balettnak, a
halmászásnak, a különböző mozgásformáknak Veszprémben nagyon sok méltatlan helyen gyakoroltak ezek az egyébként kitűnő csoportok. Most kaptak egy olyan épületet, amiben tényleg évekig, évtizedekig fognak tudni majd gyakorolni. Fontos dolog volt még az is, hogy ezek a kulturális fejlesztések, ezek ne zöldmezősek legyenek, hanem kifejezetten olyan létesítményeket kerestünk meg még a kulturális év előkészítése során, amelyek funkció nélkül álltak a városban, és megpróbáltuk összerakni, mint a kirakós puzzle-t, hogy milyen kulturális igények vannak, milyen épületek, létesítmények megújítására van lehetőség, és amikor a kettő összeállt, akkor kezdődtek el ezek a fejlesztések. Szóval ebben 50 épület elkészült, és még azért jó néhány hátra van az év végéig. A helyi vállalkozásokat, kisvállalkozásokat sikerült bevonni ebbe a programsorozatba? Mindenképpen ez is egy cél volt, és hadd mondjak egy konkrét példát. Szerintem ez európai jelenség. Nagyon sok magyarországi város csújt az a probléma, hogy a belvárosok azok az elmúlt évtizedek plázásításai során funkció nélkülivé válnak. Voltak valaha egy nagyon nyüzsgő belvárosi terek, és hát az emberek a parkolás miatt, a kényelem miatt, az egy helyre rakás miatt elkezdtek kifele mozdulni ezekbe a bevásárló központokba. És elindítottunk erre válaszul egy utcaképfejlesztési programot, aminek pont az volt a célja, hogy a kis és közepes vállalkozásoknak lehetőséget, lökést adjunk ahhoz, hogy elindítsanak Veszprém történelmi belvárosában, az Óváros téren és annak a környékén olyan kis vállalkozásokat, kávézókat, éttermeket, ajándékboltot, bevásárló helyet, ahol helyi termelők áruit lehessen kapni, vagy egyszerűen csak kocsmákat, vagy irodalmi kávéházakat, szóval olyanokat el tudjanak indítani, amelyek nem csak a kulturális évben fogják pezsdíteni a város életét. Nézzük anonimizált módon a mobiltelefon szolgáltatóknak az adatait, és azt látjuk, hogy ez az utcaképfejlesztési program, ez meghozta, vagy hozza már nagyon intenzíven a hatását. Jóval-jóval több ember marad bent a városban késő estig, mint 1-2-3 évvel korábban.